És ez az utolsó koncert Rosa László tiszteletére szól, aki 1941-ben született, remélem nem sértem meg, hogy ezt elmondom itt mindannyiunknak, és 70. életévét betölte plusz egy most már lassan, egy gyönyörű életpályát tudhat magáénak. Zeneszerzés szakon tanult Farkas Ferenc tanítványa volt, és néptánc mozgalommal már főiskolás korában kapcsolatba került, több kiváló koreográfus zeneszerzőjeként működött közben Krícskovics Antal, Stoller Antal, György Falvai Katalin, Novák Ferenc koreográfiájához írt emlékezetes zenéket, színházi zenei vezetőként ismerjük, film zeneszerzőként és rengeteg gyönyörű táncjáték koreográfia zeneszerzőjeként. Sok szeretettel köszöntjük ez alkalomból. Valamennyi csillag, ez magos égen van, valamennyi fűszár, ez kerek földön van, annyi áldásokkal áldjon meg az Isten, annyi áldásokkal áldjon meg az Isten. Jó egészséget és boldog születésnapot kívánok! Juhász Erikát hallottátok, köszönjük Erika ezt a kis meglepő kis éneket, és tulajdonképpen ilyen népdalokkal szoktuk mi nevünk napján, illetve születésnapján köszönteni egymást. És elsőként fogadjátok el Rosa Leventétől és a Tabulatúra együttestől vagy zenekartól egy kis középkori táncokat, majd utána az összes kollega, aki ráért és el tudott jönni, aki Rosa Lacival együtt dolgozott, ő fog muzsikálni. Az, hogy hát írtam egy hegedű duót, amit ezen is hát figyelmébe ajánlok, és nagyon sok boldogságot kívánok hozzá. Régóta ismerjük Rosa Lacit, és nagyon régóta muzsikálunk együtt, nem is számolom össze, mert túl sok év jön neki.
De most így az autentikus vonal oldaláról szeretnénk egy spontán szatmári verbunk és járásmenettel köszönteni a Lacit. We'll be right back.
Thank you.